Ki az, aki még nem volt a fotózáson? Tessék már menni a Bencéhez, hogy ne álljon a Bence! A pitkére én azt szoktam mondani, hogy üreges fém gomb. És nagyon fontos, hogy füles. És ezek a füles fémgombok már 1000 éve itt vannak a Kárpát-medencében. Különböző társadalmi rétegeknél különböző formában jelenek meg ezek a gombtípusok. Formai jegyei nagyon hasonlóak voltak, de a felhasznált anyagok, tehát az ezüst, a féldrágakő, az nyilván a nemesekhez, a nagygazdákhoz kapcsolódott. Az alsóbb társadalmi rétegeknél, a parasztoknál, a falusiaknál meg az alpaka, a réz és az ón gombok voltak inkább elterjedőben. Essential Artist program sorozatban most kifejezetten fontos szerepet kaptak a ruhák, az öltözékek. Mindez egy olyan érdekes tematika mentén, hogy hogyan kapcsolódnak össze a hagyományos motívumok a kortárs dizájnnal, a kortárs tervezéssel. Ennek a ruhának az esetében itt kifejezetten az alapanyag és a technika az, ami összeköt távoli korokat, hiszen egy nagyon hagyományos régi technika a nemezelés. Ösztöndíjprogramot teljesen Bartókra szenteltem, elsősorban a szólóművekre, ezt egy koncertsorozatban adom elő, de végül hozzáadtam a zongoraversenyeket is, így volt lehetőségem 3 év alatt mind a 3 zongoraversenyt megszólaltatni. Semmiképpen sem fejezek be semmit. Úgy gondolom, hogy ezeknek a műveknek az élete számomra itt kezdődik. Minden évben 10-15-szörös túljelentkezés van, tehát azt tudom mondani, hogy tényleg egy rendkívül erős, nagyon értékes fiatal és középgenerációs művész társadalmat tud támogatni a Magyar Művészeti Akadémia, és ne felejtkezzünk el a művészetelméleti szakemberekről. És 50 év közötti művészek jelentkezhetnek minden évben. Nincs olyan feltétel, ami végzettséghez vagy más bemeneti követelményhez kötné, azon kívül, hogy adjon le egy megfelelő életútjáról szóló portfóliót, egy bemutatkozó anyagot, és mutassa be, hogy ez alatt a 3 éves ösztöndíj alatt milyen munkatervet szeretne megvalósítani.